A bértábla, ami itt is látható, a végzettségek szerint is van egy kategorizálás, tehát minél nagyobb valakinek a végzettsége, annál többet fog keresni. Mutatja Irinyi Tamás az egészségügyi szakdolgozók új bértábláját. Tegnap késő este írta alá az orvosi, a gyógyszerészi és a szakdolgozói kamara, két szakszervezet és a kormány az erről szóló megállapodást. Három tiltakozó demonstráció és fél év tárgyalás kellett ahhoz, hogy a kormány belássa, a jelenlegi helyzet tarthatatlan. 2016. szeptember 1-jel átlagban 26,5%-kal emelkedik az alapilletményük a szakdolgozóknak. A következő évben ez még plusz 17%, az azt követő évben 8%, és az azt követő évben is 8%-kal fog emelkedni. Döntően azt a metódust elfogadta a kormányzat, hogy az összecsúszott bértáblát valahogy rendezzük. Tehát vegye figyelembe a bértábla a végzettséget is, hogy hány éve dolgozik valaki a szakmában. Mivel tegnap késő este döntöttek a béremelésről, az egészségügyi szakdolgozói kamara mai nyílt napjára érkező dolgozók többsége csak a helyszínen értesült az eredményről. Nagyon örülök, mert 41 éve már egészségügyben dolgozom ágy mellett, úgyhogy nagyon örülök neki, hogyha ez így lesz, és meg is történik. Ezt nagyon régóta mondták, hogy emelnek, soha nem emeltek, tehát úgyhogy, hogyha tényleg úgy lesz, és valóban azt látjuk a bérünkön, hogy emeltek, akkor ennek csak örülni tudunk. Az ágazatban dolgozók abban egyetértenek, hogy a béremelés az utolsó pillanatban érkezett. Bíznak benne, hogy a 4 évre előre tervezhető bérfejlesztés lassíthatja az egészségügyi dolgozók elvándorlását. A szakdolgozók a mai kamarai nyílt napon szakmai, erkölcsi elismeréseket is kaptak a béremelés jó híre mellett. 3-an az egészségügy ápolásaért díjat, 13-an pedig Semmelweis napi oklevelet kaptak. Az előbbihez nettó 50 000, az utóbbihoz nettó 10 000 forint is jár.